Van az a helyzet, amikor a bezártság új ötleteket szül. Ez történt Halasi Évet esetében is, akit a Covid-járvány vitt új utakra. Úgy éreztem, hogy keresnem kell egy olyan témát, amivel otthon kertelésből foglalkozhatom. Így találtam meg Bezerédi Pál alakját. Először csak megfogott, és elkezdtem olvasni az ő családjáról, a múltjáról, és egyre inkább beleszerettem ebbe a témába, és amikor ki lehetett szabadulni újra nyáron, akkor léptem ebbe tovább, és kerestem fel Steinbach Ferenc Gyuszi bácsit, akivel többször találkoztam, és nagyon hosszasan beszélgettünk Bezerédi Pál alakjáról, és sokszor látogatást tettem a Selyem gyárban. És ahogy mesélt Gyuszi bácsi Bezerédiről, a Selyem gyártásról, elmutogatta, elmondta részletesen, hogy hogyan folyt a termelés, mi ez a, egészen mesélt a diadalmenetről, ami az 1900-as évek első felében lévő Selyem gyártás diadama volt Magyarországon. Átragadt rám Gyuszi bácsi lendülete, elhivatottsága, energiája e témával kapcsolatban. A folyamat odáig jutott, hogy alapítvány jött létre azoknak az értékeknek a megőrzésére és továbbadására, melyet a Selyem gyár és a Selyem gyártás jelentett és jelent ma is. Eredetileg a célkitűzés az volt, hogy a meglévő fizikális hagyatékot gondozva, feldolgozva, felfrissítve, átgondolva megpróbáljak egy új stílusú bemutató termet létrehozni. De ez egy törpésként megfeneklett ez a dolog, ezért újra gondolva, újra kellett gondolnom ezt az alapítványt, és most bejegyzés előtt állunk. A cél az, hogy a művészetek erejével szeretném egy kicsit más formában, modernebb formában, hozzáadott plusz értékekkel emléket állítani ennek az életműnek. Beszeretném vonni az irodalmat, a képzőművészeteket, a Selyem festészetet. Tehát a művészetek segítségével szeretnék egy új arculatot ennek az egész, tehát az eszmei hagyatéknak. Úgy gondolom, hogy méltánytalanul kevés szó esik Bezerédről, a Selyem gyártásról. Én legalábbis nem találkoztam, sem gyerekként, sem fiatal felnőttként nem találkoztam ezzel a témával. És azt gondoltam, hogyha ezt egy kicsit felkarolva, új arculatot adva jobban részese lehetne az életünknek, az tele mindenkinek előnyire válhat. Szeretnék együttműködni azokkal a művészeti, kulturális intézményekkel, akik ezzel foglalkoznak, hogy minél tágabb alapra tudjam alapozni a munkát. Tehát most az első körben együttműködéseket, kapcsolatokat szeretnék ahhoz építeni, hogy minél szélesebb körben tudjam ismertetni az alapítvány céljait. Hogy mik lesznek majd a Bezerédi Pál és a Selyem gyártás hagyatékát és eszmeiségét bemutató lehetőségek, ma még nem tisztázott. Az alapítvány kurátora egy olyan kiállító teremben gondolkodik, ahol méltóképpen bemutathatók ezek, és ahol foglalkozások keretében ismerhetik meg a látogatók a Selyem gyártás és festés rejtelmeit, miközben felidéződik Bezerédi Pál alakja és a tolnai Selyem gyártás hőskora.